A klímaváltozás, mint kifejezés már teljesen beépült a köztudatba. Rengeteg helyen hallunk róla, mégsem szabad, hogy unalmassá váljon a téma. Ezzel kezdte előadását Szabó Sándor, a Vásáros Naményi II. Rákóczi Ferenc gimnázium pedagógusa. Prezentációjában elhangzott, a természetes üvegházhatás a Föld átlag hőmérsékletének növekedését jelenti, amivel nincs probléma, mert enélkül a levegő átlagos felszínközeli hőmérséklete nagyjából mínusz 15 Celsius fok lenne, tehát lakhatatlan lenne a bolygó. A gond azzal van, hogy ennek a mértéke az elmúlt években felerősödött, ami a globális felmelegedést okozza, vagyis a klímaváltozást. Ennek leginkább az emberi tevékenység az oka, de bárki tehet ennek megállítása érdekében. A környezetvédelmi szemlélet formálása pedagógiai program része is a vásárosnaményi iskolákban. Tanórákon beszélnek a lehetőségekről, tanórákon kívüli rendezvényeken pedig cselekednek is. Volt már olyan, hogy projektnap keretében tartottuk a földnapi a megemlékezést, és ott minden felső tagozatos osztály készült egy-egy kis előadással, és akkor itt mindenféle témában, tehát globális felmelegedés, nemzeti parkjaink, tehát a helyi értékeknek a megismerése volt a fő téma, illetve ugye a szelektív hulladékgyűjtés szeretnénk majd bevezetni a jövőben, ehhez rendeltünk ugye szelektív hulladékgyűjtő edényeket, illetve ugye már most is működik egy része, tehát például az elemeket azt szelektíven gyűjtjük, van a folyosón elhelyezve, illetve emellett ugye működik az ökokommandó, ami ugye a gyerekeknél is a szemetelés visszaszorítására alkalmas, tehát ugye szemétszedési akciókat szervezünk számukra. A pedagógus hozzátette, a szemlélet formálás már alsó tagozatban elkezdődik az iskolában, de érdemes már az óvodában is bevezetni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és Vásáros-Namény konzorciumi partnerként egy közös projektbe is kezdett, az energiahatékonyság jegyében. A városban például több ingatlan energetikai felújítása is megtörtént, több helyen napelemes rendszert építettek ki, valamint talajszondás hűszivattyú beépítésével próbálják csökkenteni az energiapazarlást, közölte Filip Sándor polgármester. Az uniós támogatással indult program célja, hogy megváltoztassák a fogyasztói, illetve társadalmi szokásokat és hozzáállást a megyében. Elértük a célközönséget, aki nem más, mint a 0-tól 99 éves korosztály. Több olyan program volt, amelyek keretében a megyeházán vehettünk részt, előadásokon, kiállításokon, különböző verseny eredmények díjkiosztóján, amelyeken még az óvodásokat is megszólította ez a projekt. Ma pedig itt Vásárosnaményban a középiskolásokat és az általános iskolásokat hívtuk meg egy olyan 4 előadásból álló programelemre, amely kapcsán a klímastratégiával, az energiahatékonysággal, a tudatos energiafelhasználással, az alternatív energiáknak a jelentőségével ismerkedhetnek meg. A programban az óvodásoknak rajzpályázatot, az egyetemistáknak előadásokat szerveztek, így a fiatal generáció széles rétegét tudták megszólítani, közölte a megyei közgyűlés alelnöke. Kerekes Miklós hozzátette, a klímaváltozás fontos kérdés, ezért helyi szinten is foglalkozni kell a problémával. Jövőben nézően kell gondolkodnunk, hogy csak azt nézzük, hogy a mezőgazdaságban mekkora aszálykárok vannak az elmúlt években, milyen viharok, ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét tavaly is a szatmári részt, a párciumot ezelőtt 3 héttel is milyen vihar sújtott, ez mind-mind összefüggésben van egymással. Én csak pozitívan tudom értékelni, hiszen az, hogy egy fúrott artézik útban 7 méterről 16 méter is lemegy a vízszint. Ez egy nagy figyelmeztető jel, és nem lehet elég korán kezdeni, de akármikor avatkozunk be, mindig egy pozitív folyamat fog tudni elindulni. Én jónak értékelem a programot, nagy az érdeklődés. A keddi Vásáros-Naményi workshopon a diákok egy kérdőív kitöltésével tesztelhették környezetvédelmi tudásukat.